Szoszi. Na mi van? Igaz a hír, így van, Guszti megkeresett minket, 2 éve már keresgetett minket, aztán most mondtunk rá igent, hogy rendben van, akkor velük is fogunk nagyon szívesen dolgozni, hiszen azért az a 20 éves múlt, az le nem tagadható, ez egy nagyon szép munka volt, és rendben van, hogyha úgy érzi, hogy szeretné folytatni teljes erővel, erőbedobással, akkor mellett állunk és csináljuk közösen a dolgokat. Természetesen attól függetlenül én az Etnorom együttest, sőt az együttesünk tagjai az Etnorom együttest a szívünk csücskének érezzük, és ugyanúgy dolgozunk benne továbbra is, és mondom, ugyanúgy nagyon szívesen a Gusztiékkal és a Kályág együttessel. Várhatunk-e majd újabb dalok létrehozását a Kályág együttestől? Nagyon remélem, hogy igen, nekünk már van a tarsójunkban 2-3 dal, és hát gondolom, hogy a Guszti is ezen dolgozik, és ezt szeretné csinálni, úgyhogy nyilvánvaló, hogy összerakjuk, amink van, és akkor lesznek belőle dolgok. Téve nem játszottunk együtt. 2006-ban volt az utolsó előadásunk Angliában. Szintén egy nagyon nagyszerű koncertünk volt, és aztán ezt követően nem játszottunk együtt. Ma ez egy csodálatos összejövetel volt, és azt hiszem, hogy nagyon nagy siker, hogy a Kályág újra visszakerült a pályára. A régi felállásban, ha nem szűnt meg a Kályág, mert ugye folyamatosan az utánpótlással dolgoztam, de azt hiszem, hogy erre kíváncsi az egész világ, és ezzel a Zenetestvérek programmal egy európai turné is elindul, és a Kályág egy új lemezzel jelenik meg szeptemberben, amit a Gödörben mutatunk be.